Hát a Szekszárdi első Béla gimnázium, kollégium és általános iskola egy összetett komplex intézmény, mint egy 640 tanuló képzéséről gondoskodunk, és ezt körülbelül 65-70 óradó pedagógusokkal együtt 70 pedagógus végzi. A gimnázium Szekszárdon, a Kadarka utcában az intézmény székhelye, itt egy nagyon szép gesztenyefás park övezte épületegyüttesben. Az ember itt az első Béla gimnáziumban egy támogató közegben érzi magát, hogyha bejön és egy kicsit itt marad. Elvárjuk a diákoktól azt, hogy az egyéniségüket hozzák, legyenek kreatívak és vegyenek részt az intézményi közéletben. Azaz szóljanak bele a mindennapokba, mondjanak markáns véleményt, vitatkozzanak, lázadjanak, hogyha úgy tetszik, de azért a megadott szabályok mentén a kötelességeket ugye végezzék el, tehát tanuljunk együtt, működjünk együtt, ezt tegyük korszerű módszerekkel, és egyébként pedig mindent megteszünk azért, hogy a középiskolás évek azok valóban jókedvűen és jó közösségben teljenek. De aki most 8. osztályos és azon gondolkodik, hogy gimnáziumba kerüljön, feltétlenül ajánlom az első Béla gimnáziumot első helyen valamelyik tanulmányi területét, vagy akár több tanulmányi területet. Mi a kezdetektől differenciált képzést kínálunk a diákoknak, összesen 8 féle tanulmányi területen lehet az első 2 évben tanulni, és azután ezt a megkezdett utat lehet folytatni egészen az érettségig, vagy pedig a 11. évfolyamtól esetleg egy másik tanulmányi területre is át lehet térni. Minden területen emelt szintű képzéseket kínálunk, tehát például a digitális kultúra matematika tagozat, ez egy reál tagozat. A műszaki, gazdaságtudományi, informatikai pályákra készülőknek ajánljuk szíves figyelmébe. A geoinformatika, vagy geodigitális kultúra, vagy most újabban úgy hívjuk, hogy 4D reál tagozat. Ezek a tagozatok pedig a környezetkultúra, a környezettudomány, az egészségtudomány, a geoinformatika területére képeznek diákokat. Az angol informatika, hát természetesen az idegen nyelv és a digitális kultúra világába kalauzol bennünket, és a humán területek pedig a klasszikus műveltséget hivatottak megalapozni, mint például a magyar nyelv és irodalom történelem és idegen nyelv tagozatunk. Azután vannak nyelvtagozataink, az angol-német tagozat, a sport tagozat, ahol a testnevelés és egy idegen nyelv emelt szintű, és aki egy évvel meghosszabbítja a gimnáziumi tanulmányait nyelvi előkészítő képzésben, heti 13 órában kezdő, illetve haladó szintről indulva angol nyelvet tanulhat, és így biztosan eljut a B2 szintű nyelvtudás birtokába, mire, és esetleg a felső fok birtokába is, mire az érettségi közelébe kerül. Általános iskolánk Szerdes községben található, és ha valaki a teljes nevünket hallja, Szekszárdi első Béla gimnázium Bezeréd István általános iskolája, akkor a névből már nagyon sokat ki tud következtetni. Általános iskolánk egy nagyon erős befogadó szemléletű és családias légkörű iskola. Azzal, hogy az első Béla gimnáziumhoz csatlakoztunk, nagyon sok pozitív érték került szintén ezekhez a régi-régi értékekhez. Például gimnáziumi tanárok tudnak áttanítani hozzánk, és tanítanak is át sokan. Rendszeresen beutazunk, és a természettudományos labort igénybe vesszük, a tanulóink, különösen a felső tagozatosok részt vehetnek laborfoglalkozásokon, valamint egy nagyon-nagyon különleges helyzet állt elő azzal, hogy a gimnáziummal társulásba kerültünk, hiszen aki hozzánk első osztályba iratkozik, az nem csak 8 évre, hanem akár 12 évre is beiratkozott az iskolába, mert a jó tanuló diákjaink felvételi nélkül tovább tanulhatnak a gimnáziumban. A diákok első évfolyamtól tanulhatnak idegen nyelvet, mégpedig úgy, hogy választhatnak, kötelezően választhatnak az angol vagy a német nyelvből, és ezt utána kisebb csoportokban, osztálybontásban tanulhatják. Ez is egy nagyon-nagyon fontos jellemzője az általános iskolánknak. A Szekszárdi első Béla gimnázium kollégiuma a Szekszárdi első Béla gimnázium szomszédságában fekszik, viszont Szekszárd összes középiskolájából várja
azokat a tanulókat, akik nem tudják megoldani esetlegesen a bejárásukat a szexárdi iskolájukba. A kollégisták nagy része nagyon szeret szerintem itt a kollégiumban lenni, egy nagyon jó közösség alakult ki, leginkább azért, mert a legtöbb tanulunk Arany János kollégiumi programos, és sok közös program van a kollégiumban kívül is, illetve sokan ugye 5 évig egy csoportként is működnek az előkészítő év után. Az Arany János program az 2 pilléren nyugszik, van egy pedagógiai támogató rendszere, amikor segítünk a tanulónak vagy tehetségé válni egy területen, amiben tehetséges, vagy megszilárdítani azokat a tudáselemeket, amik eddig megszerzett, illetve szükséges ahhoz, hogy sikerüljön érettségit szereznie, ne talán tovább tanulnia. Ehhez egyéni méréseket, egyéni fejlesztési terveket készítünk, illetve fejlesztő órákat biztosítunk a tanulók számára. A másik az pedig a szociális segítségnyújtás, amikor is a tanulók számára, ha nem is ösztöndíjszerűen, de tanulmányi eredmény alapon, illetve van egy minimum keret, amit elhasználhatnak. Pezsgő élet van itt az első Bélában, egy városias szellemiség, egy közvetlen, együttműködő, amire az ember vágyik, hogy milyen legyen majd a gyereke, amikor így érettségi vagy felvételi közelébe kerül. Tehát, hogy legyen magabiztos, legyen önbizalma, de ne legyen öntelt, legyen segítőkész, legyen barátságos, tudjon együttműködni, tudjon úgy csapatban dolgozni, hogy ehhez ő értékeket tud hozzátenni, tehát van tudása, van probléma megoldó képessége, projekteken dolgozik, angolul nagyon jól beszél, és nagyon jól ért a digitális eszközökhöz, és az ezekkel való műveletekhez, hogy úgy mondjam, vagy ezt jól tudja az eszköztárában mozgósítani. Úgyhogy ezt kínálja az első Béla gimnázium.